kiengedni. Hajnalban. Megisztom, nem kapott enni. Aztán kilöpték. Vodkát se adtak neki? Vodkát se. Hajnalban kirúgták, és még vodkát se adtak neki. De minden pénzét elszedték. A pénzt azt elszedik. Szerintem ezért csinálják. Nincs is mindig elfogadási parancsuk. Kinézik magukra, na ennek van pénze, ezt lefogjuk egy napra. És lefogják. Nem szeretem, ha vernek! Engem ne verjenek! Az is terít. Bárpofon az egész. A rend kedvéért. A lényeg, ne pofáz vissza, akkor pár pofonnal megúszod. Komolyan mondom, jobb lenne, ha túl lennék rajta. Minden áldott nap várom. No, most jönnek, értem, és nem jönnek. Örülj neki. Azt hiszed, ha már egyszer bevittek, többé nem visznek. Ilyen nincs. Engem már háromszor vittek. Ezeknek mindegy, ezek csak úgy, találomra. Azért a följelentés számít. Egy persze, hogy számít. De ki jelentene föl engem? Engem! Alázatos tiszteletem az uraknak. Szabad érdeklődnöm, ez a Vilnai Színház. Miért? Mit gondol, bátyuska, mi ez? A nagy szibériai tajga? Én csak úgy benéztem, gondoltam, ha ez a Vilnai Lengyel Színház, megnézem magamnak. Hát csak nézze meg jól! Pár év múlva összedül, lesz nagy csattalás, lesz nagy puffanás. Arra számít az úr, hogy itt kap valami munkát, akkor kár is fáradnia. Csődbe ment a színház, uram. Mi is csak úgy vagyunk itt, régi rossz szokásból. Nekünk már nincsen hová menni. De az úrnak van valami mestersége. Próbálkozik máshol. Holnap tovább utazom. Adnak valamit ma este? Megnézném. Látjátok? Sürgés forgás! Mindig ez van a premier előtt! Nem igen, ez előadás ma este. Nem jött meg a művész. Az úr lengyel. Tudja, ki jött volna? Maga Boguslavski, de nem jött meg. Én se jönnék az ürejében. Egy Boguslavski nem való ide. Tudja maga, ki az a Boguslavski, uram? Valami rém. A legnagyobb lengyel színész uram. Ő a mi Molierünk, és Kocebunk, és Talmán egy szemében. Igen, igen, persze, persze. Varsóban játszik. Varsóban, uram, oda menj el, a színházat akar látni. Ott évek óta dúl a háború Boguslavski körül. Ezzel vannak tele a lapok. Igen, mert ki akarja készíteni, de ő nem adja magát. Mert ő nagy színész uram. Ilyen máshol nincs, sehol a világon, csak Varsóban. És ideje Vilnában játszani. A direktor szerette volna, meg is hirdette, hogy fellép nálunk Boguslavski, a mester. Mert az ő nevére mindenki bejön. Akkora híre van. Na, én rögtön mondtam, miért pont ide jönne a mester, amikor mehető Párizsba, Bécsbe, Pétervára, talig győzi visszautasítani az ajánlatokat. De ő nem megy. Mert ő lengyel színész, uram. Neki Varsóban a helye. Tudja, mit csináltak vele? Mikor a cár megverte Napóleont? Elvették a színházát. Azt hitték, ezzel kész. Vége. Nem ismerték ezek Boguslavskit. Nem jön ide. Két napja itt kéne lennie. Ma este lenne az előadás. Ma este. Ma este. És micsoda? A Tartüff. Az? Tartüff? Az valami angol darab. Német? Azt is ő fordította. Minden jó darabot ő fordított, és írt mindenfélét. Operát. Mindent. Úgy volt, hogy a saját operájából lép föl. De nem engedték. Nem engedték. Nem engedték. Illetve mi ezt nem tudhatjuk. Hát, talán azért nem jön, hát biztos, hogy megírták neki. Meg a direktor megírta neki, ez biztos, de nem kapott választ. Megsértődött, egy Boguslavskival ezt nem lehet.
Neki még van önérzete, uram, neki még van. És az a darab, az a... Arthur? Az meg van hirdetve ma este. Ne kár! Este ide jön a sok lép és semmi. Pedig annyi jegyet eladtak, többet bizonyan befér. És nem lesz előadás? Nem lesz! Te lesz! Hát szerintem lesz! Megtanulták a szöveget már egy hete magolják, akkor derül ki, hogy ez lesz. Szerintem a direktor fog beugrani, mert az is színész. Csak hát nem olyan, nem akkora, amúgy nem rossz ember. Nem azért mondom, de nem tud akkora lenni. Úgyhogy lesz valami előadás. Nehogy visszaköveteljék a pénzt. Így is vissza fogják követelni. Botrányos persze lesz, nem mondom. A direktor két napja iszik bánatában, mert két napja nem jön Poguszlavszkin. Na persze, ez nekünk is nagy csapás. Ha jönne, megkapnánk a múlt havi pénzünket. Az egészet. De valamennyit. És láthatnánk. Láthatnánk a mestert. De hát ez nekünk, uram, nem jár. Ez itt, uram, a sötét provincia. Itt már sose lesznek csodák. Tíz óra elmúlt! Arra hát mit tettetek az egészet? Ez a direktor. Ideges. Minek ordivál? Úgy se lesz előadás. Akkor meg minek ordivál? Tiszteletel, elnök Gruber úr! De minek ordivál? Próbához! Hölgyek urak! Próba! Első felvonás! Összes szereplő! Próbához! Összes szereplő! Hol a fenébe van a sugasztal? Hol az Isten haragjában van a sugasztal? Egészen be van tagadva a torkom. A húzattól. Be van tagadva. Lesz próba, gyerekek. Kezi csókolom. Adjatok majd látnám. Reggel húztam. Mondtam a direktornak, belemen. Biztos, hogy belemen? Biztos, ez itt kimarad. Idáig. Ludviga, változik a végszavad. Ez így nem megy. Ez így nem fog menni, kérem. Tűrhetetlen. Robert! Tessék. 10 óra réges-régen elmúlt. Miért nem kezdődik a próba? Miért nem? Ő gondolta még. Maga ne gondoljon semmit! Maga nem ezért kapja a fizetését. Nélkülem is lehet próbálni. Gondoltam, megvárjuk, amíg az urak kijönnek a direktor úr. Maga ne gondoljon semmit! Mindenki itt van? Meg. Akkor miért nem kezdjük? Ember, mire vár? Kezdjük! Függöny! Felmer! Anyám! Kedves menyem, nevet szokon, de kérlek, merőben helytelen egész viselkedésed! Maga kicsoda? Mit keres itt? Azonnal takarod tép kifelé! Elegem van magukban! Elegem van! Ezt adjuk ma este, érti? Az összes pecsét rajta van, ma reggel is kaptam kettőt, a tárgyük. Látja? Itt valami félreértés forog fel, direktor úr, én nem erre szerződtem. Én a saját operámra szerződtem, direktor úr. Boguszlavszki! Ó, mester! Mester! Nem csalódom. Rehorovics úrnak művésznőhöz van szerencsém, sokat hallottam magáról. Nagyon örülök, hogy személyesen megismerhetem. Boguszlavszki, milyen öreg! Maga se lett fiatalabb, mióta nem láttam. Egy pillanat! Ön, hogy úgy mondj? Mit áldogálunk itt ilyen feszélyezetten? Gyerekek, próbáljatok nyugodtan!
Ha már itt vagyok, végignézem. Mi az, hogy végignézi? Ma este játszani fog, a Tartüffőt. Nem inném. Itt. Itt az áll, hogy az operámban lépek fel holnap után. Na, de hát én megírtam. Isten, ha megírtam. Csak maga. A mester nem válaszolt. Ez az utolsó levél, amit kaptam. A posta. Az Isten verje meg. Pedig direkt nem zártam be a borítékot. Mester, minden széket ketten fognak ülni. Na most ki van plakátozva, itt lesz maga a gubernátor. Könyörök, mester. Mester, vállalja el! Ma este! Itt lesz maga a gubernátor. Én játszottam volna, de hát itt a mester. Nem fog menni. A mester mindenre képes, tudjuk. Nem megy! Nincs rá szerződésem. Rubel, felmegy és jöhet egy szerződést. Rubel! Várjon! Itt ebben a szerződésben az áll, hogy kapok a két fellépésért... Ez nem érvényes, nem engedték. A mester játszott, de az operája be van tiltva. Én azzal érveltem, hogy a mester operáját mindenki látta Varsóban. A nagyherceg, a cár is tapsoltak, de itt nem lehet, amit Varsóban igen. Itt mindent erősebben cenzúráznak, nem én tehetek róla. A két fellépésért kapok összesen 2000 zlotyit. Na már most. Ez a Tartüff, ez ezek szerint csak ma este meg. Igen. A szöveget sem tudom. Ez, direktor úr, beugrásnak számít. Mondja meg, érdemes ezt vállalni. Én a 2000 zlotyis szerződésre is azt válaszoltam, hogy kevés. Nem kaptam meg, esküszöm. Brummer! Ne fáradjon! Direktor, próbáljanak nyugodtan, ha megengedik, végignézni. Hogy, hogy nem tudja a szöveget? Én nem állítom azt, hogy Molière úr darabja teljesen ismeretlen előttem, de soha nem játszhattam. Soha. Pedig szorgalmaztam eleget. Ez a maga fordítása, mester. Én fordítottam volna. Vagy negyed százada loptam el a kéziratot még Varsóban. Maga? Igen, mikor a mestert akartam látni, 28 évet, talán 30. Érdekes. Tényleg. Én fordítottam. Nagyon szép szöveg. Mindegy. Soha nem játszhattam. Mester, ön nem is sejti, hogy mit jelent ön a vilnai lengyelek számára. Soha nem kértek műtégyet ennyien, soha. Mester, én itt a csőd szélén állok. Hát borzasztó nehéz egy ilyen színházban. Nehéz. Lehetetlen. Soha nem játszhatok igazán jó darabot, mert nem engedi a cenzúra. Csak azért vagyunk még, mert lengyelül játszunk. Mester, ön sokat jelent, rengeteget, mindent. A lengyelséget, amely csendben hagyott minket. Mester, ön nem is sejti, hogy milyen izgalommal vártuk odahátról a nagy Boguszlavszkit, a lengyel színház atyát. Nagyon megtisztelő. Mester, én egész gyerekkorom óta arról álmodozom, hogy egyszer, egyetlen egyszer együtt léphessek fel önnel, és most itt van. Tőlem egy karnyújtást ír, a játék velem, könyörgök. Én jó színésznő vagyok. Milyen bájos. Nem, hát nem tudom, kérlejétek ti is. Különben nem olyan nagy dolog az ön számára egy ilyen beugrás. Úgy hívik már, bocsánat, hogy ön sosem tudja a szövegét. Úgyis a sugó után tetszik játszani. Úgy hírlik! Mindegy, hát mondhat a mester Molière helyett bármit. Majd mi áthívaljuk. Csak az a fő, hogy itt legyen közöttük. Nem! Akármit nem lehet! Legalább fél tucat illető ül majd a nézőtéren példányal a kezében. Nem lehet más mondani. Ez van jóvá hagyva. Egy-két helyen át kellett írni. A vallás nem hangozhat el, a vallás szót nem szabad bántani. Egyébként maradt az egész szöveg. Ha, méltóztatom el a villantani. Kéreti magát. Igen, felveri a saját árát, játssza inkább a direktor úr. Ribák fogja be pofáját, kirúgom majd. Most mit könyörök, tekintetél, beláll a hátamadra az atya úristen volna is. Ez megalázó. Igazad beszél a fiatal ember, én tényleg csak több pénzt akarom. Ha már annyit zötyögtem a postakocsin, egye fene. 3000-ért megcsináltam. 3000-ért? Tudja, mennyit kap nálunk egy vezető színész havonta? 800-at, uram! 800-at! Még ennyit nem kap nálunk a vezető színész, a többiek kevesebbet nem kapnak. Én erről nem tehetek, fiam.
ne hívtatok volna vendégművészt. A művészetet meg kell fizetni. Én legalábbis ebből élek. Nem szép a mestertől, hogy zsarolni tetszik. Tehetek mást, asszonyom, én magukat nem ismerem. Lehet, hogy tehetségtelen az egész banda. Én pedig magukkal együtt megbukom. Hát akkor legalább fizessenek. Mennyi a bevétel, fiam? El vagyok adósod a mester hallatta, vissza kellett tartanom a gázsiót. A ma esti bevétel mennyi? Ezt most így hirtelen nem tudom. Tudod, fiam, hogy tudnak. Nem olyan kicsi ez a színház. Ha mindegyik helyen ketten ülnek, te mondtad, fiam, akkor az kitesz összesen. Megadom a 2000. Add meg neki, fia, mit számít az a pár rongyos bankó, úgyis csődbe mentünk. Rubel, irasszony egy szerződést 3000-ről. Na! És hova megy? Csak van itt valami fogadó, lepakolok, tisztálkodom. Két napja utazom. És a próba? A szöveg! Kezdjétek el nyugodtan, én úgyis csak a harmadikban jövök. Ez a rozzog a vén ember, ez a nagy Boguszlászló. Nem is olyan magas. De szerencsé, hogy nem hagyták énekelni, hát ennek semmi hangja. Örök! Valamely nadrágod jó lesz neki, paróka van, csak a kabátot kell bevenni. És én mibe játszom? Amivel a kocsiádus. Micsoda? Uram, Isten, az nem megy Molière, ez úgy nézek ki egy lila kabátban. Nagyon megjelöl ezzel. Húzza a végig tártük szövegét, végig fog eredni súgni, érti? Minden szót. Na, kezdjük! Gruber! Felkezd a szerződését. Igen. Ja, kezdjük már. Te. Igen, mi van? Most, hogy minden ilyen szépen elrendeződött. Menjünk el a kocsmába inni, nem? Visszajövünk egy óra múlva, folytatjuk el a harmadik felvonást. Próbálok egy hete, ma könyök. Ügyünk egyet erre a nagy irodalomra. És mit szólsz erre? Talán az én kabátom. Talán a megvárnál, talán a megvárnál. Három. Ez egy madárijesztő. Milyen kapva hangja van? Lehet, hogy mindig ilyen volt neki? Lehet, hogy ez nem is a nagy Boguszlavszki. Tudod, nem ilyen? Nekünk egy másikat küldtek. Ez nem az igazi. Nem. Szerelem, mely minket az örök széphez láncol, nem zárja el szívünket a múló boldogságra. Ha csak megpillantom az ön mennyei bájait, szívem behódol és már nem okoskodik. Bárcsak asszonyom, megőrizné az ég, az ön lelkének és testének erejét, és áldja meg életét, úgy, ahogyan kívánja, Isten híveinek alázatos paránya. Bár csak asszonyom, őrizze meg az ég. Megőrizné. Ó, bár csak asszonyom, megőrizné. Ó, bár csak asszonyom, megőrizné, szonyom. Ó, bár csak asszonyom, megőrizné az ég. Az ön lelkének és testének erejét. És áldja meg életét. Úgy, ahogyan kívánja. Isten paránya.
Isten híveinek alázatos parányja. Isten híveinek alázatos parányja. Ó, bár csak asszonyom, megőriznék azért az ön lelkének és testének erejét, és áldja meg életét, úgy, ahogyan kívánja Isten paránya. Elveszített valamit? Csak a példány. Kiesett a kezemből. Elárulná, miért ordított annyira? Hogy én? A másik énem. Ugyanis van egy darabom, nincs megírva ötlet. Abban ordibálnak így? Igen. Figyelemre méltó darab lesz, ha megírja. Nekem a szívem is elállt egy pillanat. Jaj, hát ez a célja. Ugyanis minden. Tükör. Körös körül csupa tükör. Ez a díszlet. Nincs is más, csak a tükrök. Nincs külső világ, csak az emberi. Tud követni? Eddig még sikerült. Na, mindenki tükröződik egy darabig. Aztán egyszerre csak hirtelen az egyik tükörből előlép az egyik főszereplő tükörképe. Ugyanaz az arc, ugyanaz a jelmez, és élni kezd. És aztán a többi tükörképek is sorra mind, és azt élik, amit az eredeti alak gondol. De a lelke mélyén, és mindenkiből kettő van, érti? Értem. Egy jó és egy gonosz. Értem. És senki se tudja, melyik tükörképpel hogyan kell. Hát szóval, hogy mit lehet neki mondani? És irtózatos kavarodás, mert mindenkiből kettő van, és ezek is tükröződnek a tükrökben. Érdekes. Miért nem írja meg? Ezt. Maga előadná Varsóban? Nekem már nincs színházam. Én már csak színész vagyok, nem direktor. Na látja. Mester. Maga? Színész? Hát valami olyasmi. A játék maga az nem igen érdekel. Én nem szeretek fölépni. Én inkább az egészet szeretem. Elgondolni a darab alapján, ami aztán lesz belőle, hogy itt eljátszak, az borzasztó. Talán írni? Hát nem is tudom. Nekem valahogy megjelenik az írott szó képekben. Jó, ez valamire, mester. Előfordulhat. Mondja, ön tényleg jó színész volt? Állítul. Maga! Mit játszik a Tartüffben? A rendőr biztos a végén. Aki hozza a Deus Ex Machinát, a király kegyét. Gyűlölöm ezt a szerepet, gyűlölöm. A direktorunk azt mondja, Kaczynski a direktorunk azt mondja, legyél kackiás és dariás. Jó kis instrukció, mi? Egészen pontos. Hát, sok sikert, mester! Sok sikert! Mester! Mester! A kabátom talán illik önre. Ja. Felpróbálná? Köszönöm szépen! Milyen fiú ez? Riba? A bókos.
Nem szereti a színészeket. Van valami felsőbb szempontja. Fiatal. Te vagy itt a Szabó? Színművész vagyok, de voltam Szabó is. Itt egyáltalán nincs jelmeztár, csak a saját ruháim. Nem kár ezért a szép kabátért. Majd lefogyok. Szabók nincsenek, elmentek. Van összesen egy díszítőnk. Festő egy se, mi magunk festjük a díszleteket. Legyen szíves, forduljon meg. Meg tudtok élni? Megélni? Azt nem. Kérem, vesse le, beveszem. Köszönöm szépen. Felhívom szíves figyelmét az ügyelőnkre. Besúgó. Egyébként erélyes és pontos ügyelő, rendkívül hasznos, mondhatni nélkülözhetetlen tagja a társulatnak. Arra már jöttek, elmentek. Jaj, Istenem. Maga nagyon csinos. Kaminska vagyok. A Vilnai Csillag. Vigyen el engem. Vigyen fel Vaskóba. Ha még enyém volna a színház. Milyen kár, hogy ön ilyen vén. Ön már engem el fog elvinni innét. Ez itt maga a nyomorúság. Na, tényleg ne értsen. Engem itt mindenki irigyel. És joggal. Férjem van, színész. Szeretőm van, a direktor, aki mindenféle szerepet rám oszt. Az én kegyeimért szárít tisztek versengenek. Én a gubernátor báján is megjelenhetem. Egyedül én nem szűkölködöm, itt már eddig vettünk két házat a férjemmel, kiadhatjuk. Életünk végéig elétek. Tényleg nem tud elvinni innét. Nincsen a színházam már. Jaj, mi is a nyomorúság. Látja. Ön az is csak azért vagyok őszinte, mert hátra belém szeret. Egy vén ember utolsó fellángolásával és elvisz innét. Hát nem maga a nyomorúság. Egy rosszok aggastyát akarok elcsábítani én. Maga elég rafinált, leányom. De én szeretem az ilyen. Tudja, mi a legszörnyűbb, mester? Az, hogy itt nem kell jól játszani. És mert nem kell, ezért nem is lehet. Itt még szépnek se kell lenni. Itt elég, ha lengyelül beszélünk, a közönség már is könnyben úszik, véres a tapsolja a tenyerét. Itt nem kell a jó színész, mester. Ez is szörnyű, ez. Én azért jöttem ide, mert fél éves lakbértartozásom van Varsóban, most majd kifizetek 4 hónapot. Én már nem vagyok a nagy Boguslavszki, én egy árny vagyok, egy kísértet, aki csak azt lesi, honnan rabolhat pénzt a maradék tolvaj ösztönében. Ahol engem soha nem láttak, vagy csak nagyon régen, ott még megfizetni. De ott is csak egyszer, amíg rá nem jönnek, mi vagyunk. Tudja. Amikor én megtudtam, hogy maga idejön, én hetekig olyan boldog voltam, megint tudtam reménykedni. Legalább volt nem boldog hete, nem? Hát persze. Köszönöm szépen. Köszönöm. Damsa vagyok, mester. Színész. Boguslavszki. Tudom, tudom. Mielőtt a többiek rájöttek volna, én már éreztem. Sose láttam a mestert játszani, de otthon őrzöm a kritikákat. Néhány metszetem is van a mesterről.
Persze a többiek nyilván ugyanezt állítják, ugye? Már jöttek udvarolni, persze. De nekik egyetlen egy metszetük sincs, csak úgy mondják! Jó darab. Kár, hogy nálunk nincs elég színész. Nem lehet kiosztani. Például Orgon se lehet. Nem? Rogowskira osztotta a direktor. Na hiszen Rogowski, mint Orgon, hát elképesztő. Maga jobb lenne? Én? Én nem úgy értettem. Hát akkor meg minden rendben, nem? Én csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy itt nem lehet tehetségtelen alkoholisták mind. A mester nem ehhez van szokva. Úgyhogy ne tessék meglepődni, ha egyetlen egy partnere sem lesz. Mit még, próba? Ez a furcsa az egészben. A próba! Hogy beszívtál, mi? Még vannak próbák. Én nem is értem. Elég semmi értelme, mégis próbálunk. Játsszunk valami csacskaságot, magoljuk a szöveget, kiállunk, gesztikulálunk, hangokat hallatunk. Elittad az eszedet, az a baj. Nem ittam el eléggé, az a baj. Nem az, hogy én már feldobom a talpon, nekem már nem kell sokáig húznom, de az egész. Amikor a pályát kezdtem, 90-ben még megvolt az ország, a lengyel királyság, aztán elveszett, de... Voltak illúziók. Felkelés, Napóleon, háború, de most már illúziók sincsenek. Nincsen illúzió, mester! Elviszik az embereket. Nem is egy viccért, csak mert lehet egy napra, kettőre, csak mert más az anyanyelvünk, és másképp vetjük a keresztet. De még ez se lenne baj, mester. Ez se lenne baj, csak az, hogy nincsen egyetlen apró kis gügye, illúzió se, hogy az nincs. Sajnos önök odaállt Varsóban nem tudják, mester. Nem azt mondom, hogy ön, de minket Varsóból senki nem segít. Mi le vagyunk írva. Mi nem vagyunk a térképen. Nem én szignáltam a Szent Szövetséget, te. Házasodnak és válnak, csalnak és hazudnak, isznak és pofozzák egymást. Még ez sem lenne baj, de beleőrül. Pedig, ha volna valami ezen kívül, akkor nem kéne beleőrülni. A feleségem is. Ő játsza Dorint. Az a termetes asszonyság, mert mindjárt jön. Az első házasságából volt egy fia. Beállt a seregbe, aztán elesett valahol Poroszországban. A visszavonuláskor. Az tragédia, igen. Nem természetes, hogy ne tudja kiheverni. Van már vagy 5 éve, és éjszaka álmában mindig a fiát hívogatja. A harcmezőn jár álmában, a hullák között. Ez nem természetes. 4 vagy 5 éve még lehetett volna a gyerekünk. Nem akart, nem tudott, mert hogy hazajön a fia, és mit szól egy féltestvérhez. Ez nem természetes. Nekem mindegy. Nekem nem kell sokáig húznom. Én nyugodt vagyok. De ők még szeretnének valamit. És csak az van, hogy gyűlölködnek. Feljelentkedik egymást. Tudom, nem rosszaság volt. Csak mert nincsen illúzió. Nincsen jövőmester, elveszett! Ön is csak azért lehet itt, mert a mester a múlt, amiben ezek az érintek belekapott közlekedjen. Csontvázba, mint a mester! Nagyon is jó bőrben van a mester ahhoz képest, nagyon is! De ő bizonyára nem iszik. Nem szoktam, mester. Reggelente 2 órát futok. Kedvemért? Mindegy,
Nem szoktam én beszélni, csak most mindenki kiborult a mester miatt, hogy valaki jön. Úgy látszik, még rám is hatott valamennyire. Én egy vendégjátékra szerződtem, semmi másra. Persze, mester, tudom. Azért vigyázzon, ez itt magába húzza, beszívja az embert. Nem ereszti! Fantasztikus! Elterjedt, hogy megjött Boguslavski, ilyen még nem volt, a jegyzének már délelőtt felhívták, ha minden jól megy, estére még a csendőrséget is kivezénylik. Aztán szép, lassú unalomban folyik le az előadás. Az én szimatom mást mond, elég megbízható, tapasztalt orromban. Lesz még itt botrány ma este? Se testem, se lelkem nem kívánja. Nem attól függ, mester, magának magyarázzam. Én például biztos vagyok benne, hogy ma este ritka zseniális leszek. Én pedig folyton belesülök. Nem az számít. A személyiség számít, mester, a személyiség. Én egész életemben szerettem volna eljátszani a Tartüffet, soha nem engedték, soha. Most végre eljátszhatom. Én vagyok és veszélytelen. Így aztán valahogy örülni sem tudok igazán. Még a mesternek is lámpalázó van? No, ez megnyugtató. Mondja, hogy lehetséges az, hogy Vilnában szabad, ami Varsóban nem? Tudja, minket itt ajnároznak, a tenyerükön hordanak. Folyton azt követelik, hogy játszatok valami merészet, forradalmit, hát, véletlen is lehet. Nem olyan műveltek és okosak ezek, hiba volna túlbecsülni őket. Na de hát napokig törte a fejét egy csomó felelős ember. Nincs tökéletes szisztéma, mester. Ezt is emberek csinálják. Ők is tévedhetnek olykor. Na de ekkorát remek művet engedél. Furcsálom. Mester, ha esetleg pár sort az emlékkönyvembe. Én leszek az első. Eddig még nem lett itt ekkora! Rímeket, ha lehetne. Na mi van, itt van már a... Na, tessék felolvasni! Tessék azonnal felolvasni! Tiszta szívemből kívánom, leányom, hogy minden óhajod adja meg az ég, mint Vilnában ma este teljesül az álmom, s eljátszhatom végre Tartüff szerepét. Jaj, de szép! Jaj, de szép! Mester, egy erekét, ha bátorkodhatnék kérni. Nincs nálam semmi. Mindegy, hogy mi. Csak a mesteré legyen, kérem szépen. Ne. Az én szerencsétlen életem, a hűségem jutalmát. Én a színházért mindent adok, mindenemet. Itt élek egyedül, nyomorgok, nem panaszként mondom, mert ez a sorsom. Itt a szerződés! Padokat! 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 A pénzt előre kérem! Most? Most! Rubel! Addig is... Engedje meg, hogy bemutassam a társulatot és a szerepoztást. Reorovics úr az, hogy a darabban ő lesz Fernel asszony, Orgon anyja. Rogowski úr, ő alapítja szegény Orgon anyja. Elvakít Tartüff árvászolása. Kaminska asszony! Társulatom! Éke! Bármely színházban ő lenne a kedvenc, ő alakítja Elmirát, Orgon második feleség. Édes feleségem, drága Elmirát! Orgon fiát, Kaminski úr játszott, kiváló jellemzőt.
humoros szerepekben is megérdemel sikert. Fiam, keblemle! Marian, forgó lánya szerepében a fiatal és szétreményű Pietrovska kisasszony. Aztán jól viselkedj, lányom, ahhoz néz férjhez, akihez adnak. Valera szerelmes, Adam Seul. Megbízható, törekvő, szorgalmas. Skivinsz úr fiatal és kedves művészük alakítja orgonos jókorát teáltat. Felesége, Skivinsz kasszony játsza a szolgálalány Danit. A lojális urat, aki a darab végén, mint törvényszolga, Nedzselszky ura adja elő. Aki opera énekesnek készült, de nálunk sajnos nincsen opera. A rendőrhadnagyok, aki a darab végén a király segít hozza, Rivak úr játsza, drámákat ír, titokban. Ez ráért volna, mester. Kezdhetjük. Harmadik felvonás első jelenet. Tibiszka asszony, Kaminski úr. Hadd lássam őt, majd mérséklem magam. Jön már, menjen, hamar maga hasonlóan. Menjen! Hadlá! Hadd lássam őt, majd mérséklem magam. Ha! Jön már! Menjen a hamar, maga haszontalan! Bogusławski úr? Jobbról jön a mester. Tártük szolgájának, de kihúztuk. Igen. Persze. Ebből az egyetlen jelenetben jön be. Itt is néma. Soha többé nem kerül elő. Nincs is rajta a szereplő listán. Még Molière is megfeledkezett róla. Ez hagyarság. Megkérdeztem a mestert, hogy kezdje el. Édes fiam. Igen? Te azt hiszed, hogy Molière bármiről is megfeledkezett volna? Beír egy néma szereplőt? Véletlenül? Eltűntél te azon egyetlen pillanatra is? Ki az a szolga, aki többé nem kerül elő? Hát semmi szerepe sincs. Itt is ül egy néma szereplő. Bocskó úr! Színi kritikus, kitűnő tolla van. Mester, ha szabad így szólítanom. Milyen sokan vannak. Beszoktak ülni páran a próbákra is. Ó, én a próbákon is. Szeretem a közönséget. Édesfiam. Igen? Ez a Tartuffe, ez nem egyedül van ám.
Van neki egy úgy nevezett szolgája. Említik az első két felvonásban, hiába nincs szövege. Persze megjelenik, és ott van. Egyáltalán. Ki ez a tárgy, édesfiam? Hát aki meg van írva. Egy álszent. Igen. De honnan jön ő? És az úgynevezett néma szolgája, honnan tudják, hogy éppen Orgonnál van keresni valójuk? Tartuf véletlenül találkozik Orgonnal a templomban, erre szöveg van, és Orgonnak megtetszik Tartuf látatossága. Véletlenül egy drámában. Orgon egy üldözött barátja írásait rejtegeti, és fél. De rá is bízza a titkot Tartufra. Igen, de honnan tud a ládikáról Tartuf? Jó, hát azt én adom oda neki, miután befogadtam a házamba. Igen, fiam, Orgon fél. És később Tartufra bízza a ládikát. De mi van előtte? Honnan tudja Tartuf és társa, hogy Orgon fél, és a félelmét kihasználhatják? Értem, mire cél az Boguszlavszky úr? Nem kérem, ez nincs benne a darabban, ezt visszautasítom. De benne van, éppenséggel ebben a jelenetben, a néma szolga. Ő is tudja, miért fél Orgon a királytól, ezért Pimasz ő is, csak éppen nem szereti annyira a nőket, mint Tartuf. Ez rossz indulatú belemagyarázás. Igen. Zseni volt Molière, ha szabad érdeklődnöm. Aszá! Akkor tessék neki megadni a kellő tiszteletet, és tessék figyelmesen végigolvasni a darabját. Hanyagság. Amit nem fogunk felészel, az rögtön a zseni hanyagsága mindig így volt. Sok-sok buta ember. Na, hát akkor majd én ittem bejövök nyilván. És aztán a végén játssz el valaki más, azt a rendőr biztos. Nem jön be! Senki sehova! Ez a darab nem a titkos rendőrség magánakciójáról szól! Itt én vagyok a direktor! A színház az enyém! Ne légy ideges, édesfiam, mi dramaturgiai kérdésekről beszélgetünk, minek ide politikát kever. Ahogy akarjátok, gyerekek, én nem ragaszkodom semmi, ez a pénzedét, fiam, azt játszom, amit akarsz. Mehetünk. Már elrakhatod a kocsot a főcsapát. Igen, egy pillanat, mindjárt. Bocsánat, egy pillanatra. Jobb lenne, ha Tartus Némán jönne be. Meglátná a mellemet, és rögtön azzal kezdené, hogy fedjen be. Jó, húzzuk addig, hogy még mielőtt beszél. Még mielőtt beszél, zsebkendőt vegye. Hogy? Nézni se bírom, a keblét, fedje be! A megbotránkozást az efféle okozza. Ettől gerjedhetünk bűnös gondolatokra. Hát itt van, hát ez a... Ennyi kell! És az úr már kísértésbe jön. És... Minden hús iránt ilyen fogékony. Hát ez az emberi Tartufban ez. És ez okozza a vesztét. Igen, talán egy kicsit igyekeznénk este bemutató. Ilyenkor kell nyugodtan, körültekintően próbálni. A sietség a legrosszabb. Mit mondok? Ha én velem beszélj. Ha én velem beszél, beszéljen jámborabban, vagy itt hagyom magát, ebben a pillanatban. Asszonyom, ide jön most mindjárt, arra kéri, kegyeskedjék vele valamit megbeszélni. Kamiszka asszony?
Beszélni akarok önnel, uram. Titokban. Jó, hogy most a helyen tárgyalhatom nyugodtan. Az én lelkemre is nagy boldogság derül, hogy együtt lehetünk, kettesben, egyedül. Kaminski úr! Igen? Jöjjön el ebbre! Ettől kezdve intenzíven hallgatózik. Tudod, miért kell hallgatóznod? Kire? Miért hallgatódzol? Így van megírva. Mert gyűlöli Tartüffet és bizonyítékokat gyűjt ellene. Igen, és mert szerelmes a fiatal mostoha anyjába. Ez nincs benne a darabban. De benne van. Orgon mondja ki később. Én? Negyedik felvonás, harmadik jelenet. Inkább ezt a jelenetet próbáljuk, jó? Kérem. Viszonyod van a mostoha anyjában. Nekem? Itt van! Orgon szolgálatára, de nekem elég a látszat, mert az a vas fiam... Tudom, kedves magának. Téged a féltékenység kényszerít hallgatózni. Nem mindegy, így is úgy is hallgatózik. Egyáltalán nem mindegy. Én Tartüff, a család minden titkát ismerem. Tudom, hogy Elmira csalja a férjét. Csalom a férjemet? Igen. Nem tudom, meglátjuk. Nek semmi jelentősége nincs. Már hogyne. Volna. Ön ebből szűri le, hogy megkörnyékezhető vagy. Mondom, nem tudom, nagy kérdés, de minden esetre érdekes, hogy maga nem szereti a férjét, és Orgon ezt érzi. Különben miért szeretne Orgon Imbelin? Így! Mitől bízol annyira bennem? Hát, mert vak vagyok. És a félelem a ládikába zárt veszélyes iratok miatt, aki fél, kénytelen korlátlanul bízni valakiben, akárkiben, különben megőrül. Igen, de Orgon nem csak bízik bennem, de imád is, mint az apját, mint egy isten. Miért? Mert elvakultnak írta meg Molière. Nem vakulunk el csak úgy, ahhoz valami kell. Téged nem szeret a felesége, túl fiatal, érdekből ment hozzád, és csal, vagy szeretne csalni a fiaddal. Nem szeret a fiad, mert a vetélytársad. Nem szeret a lányod, mert szeretője van. Neked nem marad senki más, csak én, Tartüff. Az ember csak a szeretettől, vagy a gyűlölettől képes elvakulni. Pardon! Engem Elmira szeret! Végig hű marad hozzá, ez így van megírva! Elmira átlát Tartüff furfangját! Na, nézzük meg ugyanez a jelenet, valamivel később. Elmira, ön nem vágyódhatik, tudom, földi dologra. Ne higgyen, nincs az ön szívem jövő falam. Szerelmünk, amely az örök szépre gerjed, nem tiltja a múló széphez vonzó szerelmet. Érzékeinket is könnyen ragadja meg az Isten műve, a tökéletes, remek. A legszebb nőben is az ég visz fénye csábít, de önben tárta fel legtitkosabb csodáit. Ha önre néztem én a halandó földi bájban, a természet örök teremtőjét csodáltam. Saját ábrázatát mintázta meg az ége képben, mely iránt lelkem esengve ég. Féltem előbb, hogy ez a vágy, mely titkon égve keletkezett, talán a sátán törverése, s úgy döntöttem, hogy ön többé nem láthatom, mert üdvösségemet gátolja asszonyom, de ő elbűvölő szépség. Most már megértem, hogy vétkes nem lehet ez az én szenvedélyem, és mert a szenvedély erényes is lehet, ezentúl átadom hevének szívemet, nyugalmamat, az önítéletére bízom, mert öntől függ csupán az üdvöm, vagy a kínom, igen. Én teljesen önre bízom magam,
boldog legyek-e, vagy végképp boldogtalan. Édesem, nem ez a szövege. Szép állás, vallomás hangzott el itt előttem. Volnál szíves a szöveget mondani? De be kell vallanom, hogy kissé meglepődtem. Úgy érzem, nem elég erős az ön szíve. Nem illenék kicsit bölcsebbnek lennie? Ha megpillantom az ön mennyei bájait, szívem behódol, és már nem okoskodik. Furcsának tűnhetik, tudom ez a beszédem. Végre is, asszonyom, nem vagyok angyal, én sem, s ha mégis sértené önt ez a vallomás, szépsége az oka, higgy el, semmi más. Mihelyt rám ragyogott ember fölötti fénye, egész bensőmet az ön rabjául igézte. Ez nem így van! Így áll a szövegben pontosan. Ez nem szerelmes darab! Ez nem Abelard! Ez Tartüff! Kiforgatja Molière szövegét, mindezt egy gonosz tevő mondja, egy álszentett sátán! Te pedig ezen nem hatódsz meg. Mert bizony. Hát nagyon jól tudod, hogy hazudik. Hagyja békén! Talán rosszul olvastad a szöveget, fiam. Gyere, nézzük csak együtt a darab. Egészen különös te, hogy ez a darab legköltőibb része. Mit gondolsz? Véletlenül írt Molière ilyen költői monológot Tartüffnek. Nézem tükrébe. Nincs is a színpadon tükör, fiam. A tükör itt Tartüff szeme. Nagyon-nagyon-nagyon szép szituáció. Nézzen tükrébe, és akkor rögtön megérti, hogy vak én sem vagyok, és hogy hús és vér a férfi. Emberi gyöngeség ez. Ó, ne ítélje meg határt nem ismerő vad szenvedélyemet. Tartüff itt igazat mond. Végig igazat mond, ő az egyetlen szenvedélyes alak a darabban. Ha nem volna az, akkor nem volna megleshető, nem volna lehetőzhető. Ha nem volna szerelmes, akkor megelégedne Orgon vagyonával. És ha Elmirára nem hatna ez a vallomás, akkor rohanna, elmondaná a férjének, de nem rohan. Nem rohan el. Daminnak kell közbelépnie. Nem, anyám, nem, ez nem maradhat titokban. Nem, anyám, nem. Igen. Nem, anyám, nem, ez nem maradhat titokban. Mindent hallott, ami napnál világosabban. Tán a jóságos ég működött közre itt, hogy tönkre tegyem egy áruló cseleit, s az ég maga rajta át, bosszút álljon-e pimasságon, s ilyen képmutatáson, s apám, ismerje meg egy gazember, aki magának mert anyám. Szerelmet vallani. Nem, Dami. Jobb, ha a bölcsebb úton megindul. És bocsánatomat megértem, mi ez. Hol volt Tartüff szabádon pivasság vagy képmutatás? Hol volt? Mitől áruló Tartüff? Kit árult el Orgon? Nem. Saját magát őszinte volt. Hát ez a tragikus vétke. Meg se szólal ebben a jelenetben, mert teljesen kiadta magát, meg sem mutat. Na, megbocsásson, meske! De az első két felvonásban annyi rosszat elmondanak Tartüffről. Elmondják, hogy milyen pimasz, képmutató. Igen, fiam, és Tartüff olyan is. Csak hogy. Ez Tartüff első beszéde, és mindjárt egy lírai szerelmes vallomást ajándékoz neki Molière. Vajon miért? A mester, itt valóban mesterien csavarja a szót. De az mivel magyarázza, és kérem, magyarázza is meg, mert mi buták vagyunk és nem tudunk olvasni, hogy Tartüff aztán minden gonoszságot elkövet, amivel az első két felvonásban vádolják. Nagyon érdekes kérdés. Kinek van megjegyzése? Hát bosszútál! Jogos bosszút, mert a legszentebb érzéseit használják föl ellene. Fogja meg pofáját! Írja meg a saját Tartüffjét, jó?
De mi itt egyelőre Molière-ét játsszuk, nem pedig a magáét. Rivák úr Molière darabjáról gondolkodik. Én bátorkodom utalni a következő jelenetre. Itt áll ugye Tartuffe és Elmira Damiártól leleplezve, most jön Orgon, Dami azonnal elmondja az apjának, mit hallott. Erre Elmira dühös lesz. Gyanúsan dühös. Igen. Igen. Én nem tudom, hogy sok hiú beszéd miért zavarja meg egy férj nyugodt eszét, mert nem ilyesmitől függ a mi büszkeségünk. Csak tudni kell ellenem, mivel éljünk. Én így hiszem. Minek a szó? Hiú beszédes. Maga sem szól, Dami. Egy kicsit velem érett. És elrohan. Hát lehetséges ez, mit hallok, ó nagyisten! És én csak itt kezdek el alakoskodni. Azzal, hogy mindent bevallok, de túlzott önostorozással. Nem, igen. Ó, testvérem, igen, a bűnöm feneketlen. Bűnöm felektek, gennyes, moskos, fekélyek, stb. De a nézőben még él Tartuffe előző vallomásának a szépsége. A néző nem ítéli el Tartuffe szerelmét, mert Molière sem ítéli el. Én a nézők helyében annak drukkolnék, hogy Tartuffe vágja ki magát. Ki is vágja? No, mert én jó hiszemű vagyok! Ettől vagy nevetséges! A közönség az én pártomonál nem fog nevetni rajtam, azt garantálom! Egészen érdekes, fiam, hogy Orgon nem a feleségére haragszik, Damit fenyegeti meg azzal, hogy kitekeri a nyakát, az az Orgon, aki néhány jelenettel később elmondja, tud arról, hogy az a gazdfia kedves a feleség. Ha Tartuffe önostorozása túlzott, ugyanolyan túlzott Orgon dühe is. Ettől jó szerep a tiéd. Nem. Valójában Orgon a főszereplő. Gyönyörű, mély, bonyolult lelki életet vázolt fel itt a mester minden szereplőben. Ez nagyon izgalmas és nagyon tanúságos, de nincs az a társulat, amelyhez képes volna eljátszani, és nincs az a közönség, amelyhez fel tudná fogni odalentről. Honnan tudod? Próbálkoztunk ilyennel valaha? Talán még nem. Talán nem volt az sem időnk, sem pedig tehetségünk. Lehet, hogy szegény közönségünket bonyolult és mély darabok, lapos és unalmas előadásaival gyötörtük. Talán ha Boguslavski itt élne közöttünk, és minden bemutató előtt hetekig tanítana minket drámát olvasni és szerepet elemezni, akkor talán megokosodnánk némileg. Sajnos! Azonban Boguslavski úr elhagy minket. Úgyhogy én nem is kérek tőle mást, mint hogy este szépen játssza el a szerepét. Ő bizonyára zseniális lesz. Mi hozzá képest dilettánsok leszünk. De ez az ő nagysága csak még jobban kiemelkedik. Valamennyiünk legnagyobb örömére. Én csak akkor arathatok sikert, ha van mit, és van kivel játszanom. Ó, a mester egyedül is képes rá. Nem, fiam, nem vagyok rá képes. Ha nincs kihez őszinte szerelmi vallomást intéznem, akkor az őszinteségem hamis lesz, mert nem lesz köztem és közöttetek kapcsolat. Te, fiam, mint egy a rendező szerepében tűnök az a jó rendező, aki valami mélyet és igazat csal elő a művészeiből, ez a te feladatod, fiam. Szerencséd van, hogy néhány színészet képes igazi emberi érzésekre a színpadon. És nagy azt így a mester, hogy ezt a gyönyörű őszinteséget odalent is érzékelni fogják. Milyen alapon nézette le azt a közönséget, amelyik eltart téged? Azt hiszed, de nem tudom, hogy rám való tekintettel tripla áron adtad el a jegyeket. Édes fiam, a színházban semmi sem fontos. Sem a szép hang, sem a jó megjelenés, sem a szakmai tudás, sem a rutin, mert csak egy dolog hat a közönséget. Az őszinteség. Ezt minden közönség, a legbutább is, a legnöveltebb is csalhatatlanul megért.
Az a te szerencsétlen. Jó társulatod, papi. A színész egyetlen művészete, hogy képes őszinte emberi érzelmekre a színpadon, az pedig nem képes. Én nem azzal jöttem ide, hogy jól akarok játszani. Én a pénzért jöttem, amit egy szerep ledarálásáért kapok. De ilyen társulat előtt, fiam, valahogy nincs hozzá pofár. Ez az igazság. Köszönjük a leckét. Hány óra? Fél kettő. Szorít az idő. Ezzel talán a mester is egyetért. Ma este jól vagy rosszul elő kell adnunk a tártüffőt, amely a mester jutalomjátéka, amelyet a mester először játszott életében, mely szinte rá van írva. Hogy én harcoltam ki a mester számára, az most közömbös. Végül is a siker, ha lesz, az enyém is. Folytassuk! Szövegösszemondást kérek nem átélést és a mozgások rögzítését. Kínos lenne, hogy a mester este beleütközne valakibe. Majd kiderül, hogy végig sem olvasta a szerepét. Jó, fiam. Eljátszom, ezért fizetsz. De előadás után azonnal elmegyek. Legyen itt a postakocsi. Rube? Itt lesz a postakocsi. Kérem, mester, előadás után várjon egy kicsit, akkor lesz a fogadás a színpadon. A gubernátor személyesen fog kezet minden szereplővel. Szorít az időt, sajnos. Tetszőnek semmiség? Nem volt könnyű megnyerni a gubernátort. Ez rendkívül jelentős aktus. Az itteni lengyelség színészeink révén első ízben fog kezet a cár gubernátorával. A mester Varsóban nyilván magasabb méltóságokkal is kezelett, mint a gubernátor, de itt ő nagyobb úr, mint Varsóban a nagyherceg. Személyesen tőle függ sok ezer lengyel sorsa. A hangulatától. Gondolja meg, mester. Gondolja meg azt is, hogy a gubernátor személyesen engedélyezte önnek a tártű felőadását. Nem kértem rá, a készfogót se kértem, a nevét se tudom. Úgy hívják, hogy... Nem kérdeztem a nevét. Én játszani jöttem, nem pedig reprezentálni. Itt mester az egyik nem megy a másik nélkül. De úgy gondolja, mester, a fogadáson való részvételért külön fellépti díjat fizetek, hogy megint parancsolják. Nekem csak a színészetem eladó. Ez érdekes felfogás. Én, mester, őszintén szólva, őszintén, mint jó színészhez illő, sosem láttam játszani a mestert. Én a nagy nevet hívtam meg vendégszerepelni. Én, mester, őszintén szólva, a nagy névért fizetek, és a nagy névre jön be a közönség, nem pedig az ön tehetségére. Bármilyen szoros kapcsolat is van. Hogy volt az ön neve meg a tehetsége között? Önnek. A neve. Eladó mester. Helyes, fiam, de gondold meg, én Varsóban azért illeggetem magam olykor gubernátor szerűségek előtt, hogy engedjenek játszani, de itt, ahol semmi hasznom belőle, csak a puszta megaláztatás. Miért nem próbálunk? Mindjárt. Próbáljunk! Micsoda dolog ez! Tessék mindenkinek dolgozni! A direktor úr is dolgozott, az Isten is azt akarja, hogy előadást legyen. A hatodik jelenetnél tartottunk. Honnan vegyük? Honnan, hogy egyedül maradok, tártjuk fel! Hetedik jelenet. Hatodik jelenet vége, kitagadom a fiamat. Itt is többé helyet, azonnal takarodj! Visszatérni nem merj, a színedet se lássam! Jó! Indulok, de... És mit kereszted a házban? Kitagadlak, bitang! Rögtön hord el magad, nem kapsz semmit, csupán apai átkomat! Hogy egy szent emberen ilyesmit elkövessen! Szenvedésemet bocsáss meg neki, Isten. Ó, testvérem, ha tudnám, mekkora kint okoz, hogy fivérem előtt rágalmaz a gonosz. Szörnyű! Hálátlanok mind, és a gondolatra lesújt a lelkemet, a bűn majd szétszakítja, borzasztó fájdalom. A szívem elszorul, hogy elakad szavam,
majd meghalok. Beszúr. Mert is kíméltelek, te hálátok az ember! Miért nem ütöttelek agyon itt a két kezemmel? Látom, hogy itt milyen komoly zavart okoztam. Testvérem, azt hiszem, legjobb lesz, hogy búcsúzz. Nem! Maradjon itt! Nem élem túl, ha elhagy. Jó, maradok hát, de a tűrés kínja túl nagy. Kényes a becsület. Kötelez a barátság, hogy elkerüljük a botrányt és a gyanúáját. Kerülöm hitvesét és véle, ön se lát. Nem! Találkozzanak! Beszéljen a világ! Itt esetleg átmegyek oda. Miért? Az ott nekem jobb. Jó, menj át, nekem mindegy. Nem! Találkozzanak, beszéljen a világ! Csak örülök, ha az embereket dühítjük, s inkább azt akarom, mutatkozzanak együtt. Sőt, még mással is fogom őket dühíteni! Ön lesz örökösöm, de az egyedüli! Nem is halogatom, nyílbeütöm azonnal, s megajándékozom önt, egész vagyonommal, egy hű és jó barát, akit nőül veszek. Nőül veszek! Sőt, még mással is fogom őket díjteni, ön lesz örökösöm, de az egyedüli egy hű és jó barát, akit bőül veszek. Nem kedvesebben, mint asszony, szülő, gyerek. Nos, elfogadja, amit önnek kínálok. Isten akarata, ez az, amit kívánok. Szegény! Most visszamegyek, az a jó helyzet. Intézzük el írásban az ügyet, hogy megpukkadjanak. Sorban az irigyek! Fütöny! Fantasztikus jó szerep ez az orgonő. Egy elvakult hülye pasas. Isteni szerep! Minek örülsz annyira? Igen? Itt a végén. Hát, hogy megpukkadjanak sorban az irigyek. Én a te helyedben egyáltalán nem örülnék. Hát én azt mondom, hogy ezzel fogom őket dühíteni, ennek ez a hülye orgon örül. Ennyire hülye. Ellenkezőleg kétségbe esett. Meg akarja tartani Tartüfőt. Vőül veszik. Nehogy elmenni. Ráíratja a vagyonát, hogy el ne menjen. Ez nem dű, nem bosszú orgon részéről. Inkább bensőséges ima, fohász Tartüfőt, legalábbis szerintem. Sírja közben, ne találkozzanak, beszéljen a világ. Csak örülök, ha az embereket dühítjük. Inkább azt akarom, mutatkozzanak együtt. Így jobb. Csináld úgy, ahogy eredetileg csináltam. De a mester biztosan jobban. Menjünk tovább. Ne kérem, mester, csak tanítson, tanítson, nem fél. Ne húzzuk az időt. Orgon meg akarja vásárolni Tartüf szemét. Nem kérdezzetek ki. Menjünk tovább. Érdik nem van a sesélyemet. Skibiszki úr. Fogusztás. Állj! Én jó színész akarok lenni, itt a nagy alkalom a mester tanítat, és akkor ezt tessék! Fogd már be a szádat! Csókolom a kacsóját! Hülye ripacs! Csókolom a kacsóját! Hülye! Ripacs! Én? Senki nem mondta, hogy ripacs vagy, csináljuk! Rosszul hallottam volna, rosszul? Nem, buta, üres, lelketlen, tehetségtelen, hülye ripacs! Megbírtam! Megbírtam! Ripacs! Én? Jaj! Ripacs! Ah, ezt érdem! Nem ezt érdem le 25 évi színházi munka után! Jaj! Ez fáj! Jaj, de nagyon fáj! Kuss legyen végre! Aki még egy szócot kirúgom! Nem érdekel, hogy kicsoda! Kirúgom! Negyedik fablás első jelenet! Skibiszki úr! Bogoszlavszki úr! Ez a botrány! Ez a botrány, igen, a várost körbejárta, és elhiheti nekem, hogy nem az ön javára. Ugorjunk! A mester majd megtanulja a szövegét. Ötödik felvonás, mielőtt bejön a rendőrhadnagy. Mondd, hogy minden kiderült, perdel az, hogy is belátta, hogy Tartüf egy gonosz nevű fel. Negyedik jelent húzások után, igen. Rezsenszki úr, Leonovics úr, asszony, Rogovszki úr, Kaminszki úr, Jekyosza kisasszony, Skibiszki asszony, Kaminszki asszony, Skibiszki úr!
Üdvözlöm Önt, uram! Az ég bosszúja érje, ellenségeit Önt meg kegye kísérje. Engedje meg, uram, mert azért zavarom csak, hogy egy rendeletet a házon végrehajtsak. Hogy Ön azért? Uram, csak semmi izgalom. Egy kis felszólítás, ez a hivatalom. Kilapoltatni Ön csöveit persze minden, bútorcsingóságot elszállítatni innen. Jogerős rendelet és haladéktalan. Én innen el? Igen, ha úgy tetszik, uram, hiszen most már a ház, ezt tudjuk mind a ketten, a jó tartőfúré megfellebbezhetetlen. De! Jól tudom, uram, hogy egy millió miatt sem tűrne lázadást vagy villongásokat, mint hű alatt való és tisztességes ember, elszenvedi, mit a törvény szava rendel. Viszont látásra, a jóságos Isten óvó. Csapjon le menkőbe beléd és megbízódba! Nos, világos-e már Tartüff sok árulása? Úgy vagyok, mint aki égből potyog a sárba. Grazie, úr! Bocsánat, Jogon úr, meg kell zavarnom itt. De a fenyegető veszély rákényszerít. A gazember, aki sokáig csalta Önt, a fejedelem elé kihallgatásra ment, és előadta, hogy Ön tudva rejtette itt egy felségáruló titkos papírjait. Az ember igazán förtelmes bestia. Most a kis haladék is végzetes hiba. Hintom a kapuban, jöjjön fő a sietség. Itt a költségekre 1000 arany, tessék! Megpihenhet hamar egy jó közeli lyukban. Letartóztatjuk, és a percben már fogaj. Árló, ezzel a fogással búcsúzol. Mondhatom, igazán dicsőségére válik, hogy miért jött, milyen megbízatással áll itt. Dicsőség minden megbízás, amelyet az a hatalom áll, melytől ez is ered. Arra emlékszel-e te, hálátlan gazember, hogy honnan húztalak ki irgalmas kezembe? Igen, tudom, emlékszem, mennyire segített. De a trón érdeke áll mindenek felett. Ezt kívánja, ez szent kötés, jogos erőszak, hogy érte minden más hálát magamba folytsa. Jó barátot, szülőt, feleséget, ha kell, magamat is velük áldozom, érte fel. Túl sok idő telik ebben a nyelvenésben, hát teljesíteni a parancsot, ne késsel. A börtönbe, mely lakhelye lesz ezentúl, én majd kísérem Önt. És Ön azonnal elindul. A börtönbe, mely lakhelye lesz ezentúl, én majd kísérem Önt. Jó. A börtönbe, mely lakhelye lesz ezen túl, én majd kísérem Önt. És Ön azonnal elindul. Én, uram! Igen, Ön! Börtönbe? Hogy lehet? E kérdésre nem magának felelek. A veszélyből, uram, térjen magához újra.
Uralkodónkat a hazugság undorítja, szeme az emberi szívek belát vele, s nem téveszti meg a csalók művészete. Állj meg! Magukat hátul! Mit mondtál maguknak? Mikor fordítsák be a kulisszákat? Mit mondtam? Részek panda! Gruber! Gruber! Maga meg lényeg, mivel tárjuk, amikor kell. De bocsánat. Amikor üveg, akkor azt mondja, a börtönbe, mely lakhely lesz ezentúl, én majd kísérem önt, s ön azonnal elindul, akkor kell befordítani a kulisszákat. Ahogy megbeszéltünk, hát csináld meg egyszer! Gruber, maga pedig a gyertyákat! Estére meg lesz. Most legyen meg! Jelezze valamivel a gyertyákat! Rivakor! Most akkor onnan, hogy megszólalok? Onnan. A börtönbe, mely lakhelye lesz ezentúl, én majd kísérem önt, és ön azonnal elindul. És! Fordítsák be! Mi van? Mindenki menjen két oldalra. Nem látni követek a cánt. Boguszlavszki úr, folytassa? De Boguszlavszki úr. Én uram? Na nem, hát csináljuk meg még egyszer folyamatosan. Vissza! Rivak úr. Börtönbe, mely lakhelye lesz ezentúl, én majd kísérem önt, és ön azonnal elindul. És! Én! Nem. Én uram? Igen, ön. Börtönbe hogy lehet? E kérdésre nem magának felelek. A veszélyből, uram, térjen magához újra. Uralkodónkat a hazugság undorítja. Szeme az emberi szívekbe lát bele, s nem téveszti meg a csalók művészete. Tiszta és átható szívének sugara belehatolt e szív aljas zugaiba. Ő hírhedett csalókit a fejedelem már régóta keres, mindig más neveken. Uralkodónk, kit a hazugság visszataszít, meggyűlöltek gonosz hálátlanságait, s most még a legnagyobb szöntettét is kivárta, s engem csupán azért adott szolgálatjára, hogy na lássuk csak! Mi ismernél a szentelen, s leleplezzük itt ön előtt hirtelen. Lelkesebben az Istenit. Az uralkodódról beszélsz. És tessék a páholy felé fordulni. Ott ül majd a gubernátor, mint a maga a cárina ott. Ezzel hálálja meg azt az odaadást, amellyel ön valaha az ő pártjukra állt, és így mutatja meg, hogy jó szíve a bajban, megjutalmazza azt, ki jól szolgált a hajdan, és hogy nem felejti el soha az érdemet, és emlékezete csak a rosszat őrzi. Nem a rosszat őrzi meg! Mindenki letétek! A két felé fordul le! Huber! Megfújja a kültöt! Homlokot! A földre! Mindenki! Behaj felé fordulni! Karokat kiterni! Ez az! Lelkes legyél nekem, fiam, és Damiás! Megvan az egyenruhája? Estére meg lesz, még csak most lettünk méretet. Nagy aztán rosszul állja rajta. Micsoda? Cári testőrtiszti egyenruhát kapsz, úgy becsülj meg magad. Pattogós légy és rajongó! Amikor azt mondod, hogy... Emlékezete nem a rosszat őrzi meg. Az utolsó mondatod arabban, akkor széles gesztus teszel, a képre mutatva, ezzel te vezényeled a letérdelést,
A taps alatt így maradtok. Térdelve. Végig. Jó. Hány óra? 3:30. Meg lehet ebédelni. Kérem a mestert, hogy tanulja szorgalmasan a szövegét. A sugó majd végszavazik. Boldogan, boldogan. Nem lesz ez rossz előadás. A színészeim majd segítik a mestert. Hát itt most minden vitám fölött és túl mi. Nagyon boldogok vagyunk, hogy a mester itt van és eljátsza a szerepét. Ez nekünk nagyon sokat jelent. Felpróbálnám, mester? Igen, ez jó lesz. Ja! Este 6-ra mindenki legyen itt, mert lezárják a színházat. Maga a gubernátor, tessék erre gondolni. És ne tessék vitába elegyedni a civilekkel, akik a kötelességüket teljesítik, amikor minden zugba benéznek majd. Aki nem lesz itt 6-ra, azt a csendőrség vezetteti elő. Grubel, maga velem jön. Mester! Engedje meg, mester! Engedje meg, mester, hogy kifejezzem sokat, mondhatnám egész Vilna háláját, amiért ön megtisztelt bennünket, és időt szakított rá a nálunk is fellépje. Biztos, hogy ez este színház történetünk nagy pillanata lesz. Az az igazság, hogy a Tartüffet voltaképpen én harcoltam ki a mesternek. Nekem jutott eszembe, miért ne játszhatná a mester ezt a nagyszerű szerepet. Hát persze nem volt könnyű rávennem őket, nem volt könnyű. Egyáltalán itt nem is jutott eszébe senkinek, hogy meg is hívhatnák a mester. Magam ajánlkoztam levélben. Igen? Nem tudtam, de akkor is az ön ajánlkozásától függetlenül is nekem eszembe jutott. És most hadd tolmácsoljam sokak háláját. A gubernátor eleinte habozott, hogy jó-e neki a Tartüff, vagy nem jó. Én megragadtam az alkalmat, hogy ad a véleményemre, és kifejtettem, hogy mennyire alkalmas ez a darab arra, hogy a vilnai lengyelek kifejezhessék lojalitásukat. Ez megragadta a képzeletét. Szerencsére igen művelt, intelligens ember. A direktor hiába érvelt volna neki. Ő nem ismeri a lelkéhez a kulcsot. Gyerekek, ha már itt vagyunk, ígyunk valamit! Kitűnőtlen! Mégis csak ünnepez, akárhogy! Dani, hogy a legjobb műveket is a szolgálatunkba állíthatják! Borzasztó gyönge a művészet, hát ma már nincs olyan szférája az életek, amely nem az övék lenne! Jó, talán mindig így volt, szegény Molière is kénytelen volt ilyenre írni a darab végét, különben neki vége. Így is vége lett! Fele tudja, talán még megnyugtató is, nekik sem volt könnyebb. Ettől a mi életünk is valahogy igazi. Az, hogy most ez ilyen is, hogy ezt érzem. Hogy része vagyok valaminek. Talán ez a művészet. Nem olyan rossz a darab vége, kérem. Egyszer el lehetne játszani ironikusan is, hogy a Deus Ex Machina a végén csak egy fintor legyen. Egyszer el lehetne játszani. Na! Sose iszunk. Hát akkor Isten hozta nálunk, mester. Fantasztikus, hogy milyen kritikát fogok írni az előadásról. Biztos, hogy Varsóban is olvasni fogják. Hasznos lesz a mesternek pályájának a nehéz szakaszában, amikor mindenfelől támadják a mestert. Talán különösen hangzik ide, nálunk itt Vilnában bizonyos értelemben nagyobb a liberalizmus, mint Varsóban. Maga kicsoda. Hocskó a neve. Én vagyok itt a kritikus, de már bemutattak a mester. Pardon a fejem. Lehetnél egy kicsit csúfontárosan, fiam? Én értem, hogy tárgyilagosan és szenvedélytelenül játszik hivatal ilyen, de te hivatalnokot játszol, ember, aki élvezi a hatalmát. Üdvözlöm Önt, Uram! Az ég bosszúja érje ellenségeit, Önt meg kegye kísérje. Engedje meg, Uram, mert azért zavarom csak, hogy egy rendeletet házon végre hajtsam. Hogy én innen el! Igen! Köszönöm, mester. Na, én megyek, harapok valamit. Őt mindenkinek! Mester! Nem lehet, hogy esetleg én is szerelmes legyek, Tartüffbe tudom. Csak egy kicsit.
talán egy másik darabban. Ha élhetek az alkalommal, van itt egy ifjú hölgy. Ma este nem játszik, de igen tehetséges. Maga kicsoda. Hocskó a nevem. Ja. Én írom a labba a kritikát. Azt mondod, ti festetitek a díszletet is? Igen. Ezeket is? Csak a két sasnő. Két más még nem is láttuk. A bőr lesül a képerről is, ráadásul még cári egyenruhába is megyek leszek. Hogy a fenébe megyek így végig az utcán? Komédiás vagy, fiam, ez a dolgod. Tudod, hány egyenruhát hordtam én már színpadon? Valahány megszállónk csak volt. Mindig én voltam a megszállóm. Hát a legszívesebben be se jönnék a végén. Jó kis botrány lenne, mi? Várják a cár kegyét, az meg nem jön. Eszedbe ne jusson! Ne anyáskodj velem folyton! Mondd, megér neked egy vicc pár év Szibériát? Hát, az nem nagyon. Úgyis mindegy, nem az a lényeg, hogy mit játszunk, hanem hogy játszunk egyáltalán. És hogy itt a este. Persze, hogy fogadás lesz utána. Fogadás! Nem utána lesz, nem az utolsó szünetben. Miért? Tényleg az utolsó szünetben lesz. Én is így értesültem róla, a legmegbízhatóbb forrásból. Biztos? Első lépésnek így is nagy dolog. Amióta béke van, ez az első eset, hogy a gubernátor kezet fog a lengyel kultúrával. Nem kívánhatjuk tőle, hogy előadás után még itt maradjon. Első lépésnek ez is jelentős. A feleségem sok ilyen bizalmas információt tud. Honnan veszi őket? Megfoghatatlan. Én például soha nem tudok semmit. Itt lesz egy csomó adjutáns is. A csendőrségtől páran. Mondja csak! Hocskó, a nevem kritikus vagy. Már bemutatkozom. Mondja csak, igaz az, amit az utcán hallottam, hogy itt csak úgy elviszik az embereket egy-két napra. Feljelentésnél túl is. Úgy nem. Úgy nem szoktak. Az feljelentés kell. Írásban vagy elég szóban is? Ez úgy fontos, hogy... Gondolom, nem tudom. Ha bejelentő tekintélyes személyiség, talán szóban is. Nem tudom, hogy különben elég sok a rémhír, a pletyka, nem kell mindjárt mindent elhinni. És biztos, hogy mindig kiengedik őket? Mindig, ha gyanú nem volt. De alapos gyanú nélkül azért beviszik őket. Nem tudom. Nekem nem vagyok illetékes. Beviszik! Mi az, hogy? Hát már a franciák is ezt csinálták, amikor átborultak. Egészségedre! Mi van, azt még megint? Beviszik! Egészségedre! Köszönöm, nekem ne! Na. Én nem kérek. Már úgyis elkéstem. Hát akkor este, mester. Mester, egy pillanatra, ha nem veszi tolakodásnak. Én úgy érzem, hogy Kazsinszkinak, a direktorunknak valamiben igaza van. Ez a közönség nem értené, amit a mester szeretne. Csak az a fő, hogy lengyelül legyen. Nem, mert ők szerették a francia truppot is, meg a németet. Bohózatokat adtak és rémdrámákat. Én rég nem jártam Varsóban. De a miénk szerintem nem olyan közönség, mint a varsói. Itt régi módján kell játszani. Itt nem is az, hogy megmaradt valami régi, ami máshol már nincs. Inkább nem akarnak változni a korral, mert az csak rosszabb lenne nekik. Akkor fel kéne adni mindenféle emléket, önmagukat. Nem tudom. De biztos, hogy aki itt jó a színpadon, az nagyon jó. Aki gonosz, az nagyon gonosz. Így szeretik. Szép. Szép, hogy ön szerint Tartuffe ilyen bonyolult lélek. Szerelmes, bosszút áll. Ez biztos így is van. De mi nálunk minden egyszerűbb. Egyértelmű, azt hiszem. Az életben is. A mester nálunk akkor arathat sikert a Tartuffe-ben, ha nagyon gonosz, és még a szemeit is meregeti hozzá. Vicces. Nálunk ennek örülnek. És ha az ilyen szereti a közönség, akkor nekünk meg kell adnunk nekik. Nem? Ne haragudjon, hogy szóltam. Nem biztos, hogy így van. Bocsásson meg. Nem
Nem kell komolyan venni. Teljesen meg van zavarodva szegény. Na, mit mondott a fiáról? Fiáról semmit, színházról beszél. Színházról? Hihetetlen. Nincs az a fia, aki elesett. Az első házasság. Én előadás után azon van, azt te csomagolom, elhozom az utazótáskámat, elmegyek magával. Velem? Hová? Varsóba, mindegy. Lehet, hogy egy hétig zolt, lehet, hogy csak két napig, de nem érdekes. Akkor is megérünk pályát, egy életet, ha olyan, mint az enyém. Ne értsen félre, én nem akarok főszerepet Varsóban, én semmilyen szerepet nem akarok. Én egy emberrel akarok együtt élni, legalább egyszer az életben. Nagyon megbánnál. Na és ne törődjön vele, az az én dolgom, ne én megbánom. Ugye, kedves, az úgy van, hogy az ember a próbán, a színpadon olyasmire is képes, amire az életben talán nem. Bocsánat, zavarod? Nem, várjon, ezt még befejezem. Persze, ez alkat kérdése is. Én például őszintétlen vagyok az életben, mélyen és szenvedélyesen őszintétlen, hogy a színpadon adhassam ki azt, amit, amiben az életben talán meg is halni. Én soha nem közvetlen nyilvánulok meg. Persze ez alkat kérdése is. Engem azért lehet szeretni, mert nagy lettem, és azért lettem nagy, mert óvakodtam szeretni. Így folyt el az életem, és ez most már így is marad, más alkat a magáé. Maga a színpadon is úgy él, mint az életben. Szép alkat a magáé. Szebb, mint az enyém. Mit beszél itt nekem alkatról? Nem megyünk enni. Ne legyen szomorú, mester. Mindig volt valamilyen kép, de mindig volt színház is. Ha mester megengedi, van nekem még a nagyapámtól egy szép tőröm, most hadd adjam át a mesternek. Nem tudom, mivel érdemeltem meg. Becsület és családi gyerekje. Fogadja el, kérem. Köszönöm szépen. Mester! Jöjjön! Gyerekek, gyertek, főzök valamit! Isteni emtész! Isteni emtész! Te, ne haragudj! Ide hallgass! Hogy is hívnak téged? Antoni Ribak. Miért? Valamiért szimpatikus vagy nekem. Szeretném, ha akármi történik is, megtartanál jó emlékezetet. De tudod, arra gondoltam, hogy jobb lenne a darab, ha egy Tartuffe monológgal érne véget. Például az ő megalázkodásával, ami persze szintén képmutatás, hogy megúsz. Hát persze beleírni nem lehet. Na, menjünk! Antoni? Ribák! Ribák. Igen, nagyra tartottam az önök kultúráját. Én különben is nagyra értékelem az önök kultúráját. Bár gyöngén beszélek lengyelül. Bár nem beszélek elég jól lengyelül. Mindent el tudok olvasni. De mindent el tudok olvasni. Az önök szép balladái. Az önök gyönyörű balladái. Az önök hazafias költészete. Önök hazafias költészete. Nem csak rám gyakorolnak megrázó hatást. Nem csak rám hat megrázólag. Az egész orosz intelligencia önökre figyel. Értelmiségünk figyel önökre. Fiatal költőink lengyelül tanulnak. A fiatal orosz költők lengyelül tanulnak. Mi mindent megteszünk, ami erőnkből telik. Célunk a megbékélés folyamatának elősegítése. Megbékélés támogatása. Sz-
szándékaik nálunk mindig a legmélyebb megértésre fognak találni. Szándékuk nálunk megértésre talál. Hála a cár emberséges bölcs politikájának. Hála a cárunk ifjúsága humánus bölcs politikájának. Tessék, tessék! Tessék! Az előadás pedig kitűnő. Az előadás csodálatos. Nem is értem, miért nem engedélyeztem eddig a Tartuffe bemutatását. Nem is értem, miért nem engedélyezték eddig a Tartuffe bemutatását. Nem értem, miért nem engedélyeztem. Mármint ön, tábornok úr? Mármint én. Nem értem, miért nem engedélyeztem. Szemol, ért, rendez pénzre ti? Tud már, illak eltűn sózban, itt kipte. Bizár, szél pénznél a pak komplet ma amidé? Tud már, se ten posztőr, lui a kozé panáda nui. Mi, szanetire? Minden színész jól játszik, de Boguslavski úr különösen. Minden színész remekül játszik, de főleg Boguslavski úr. Elejétől kezdve gonosz. Rögtön az elején gonosz. Mindvégig visszataszító. Ellenszenves. Maga az ördög. Akár az ördög. Egy szóval nagyszerű. Nagyszerű alakítás. Alig várom a harmadik felvonást. Alig várom a folytatást. Már is folytatjuk az előadást, de megragadva az alkalmat, hogy jön itt. Csak nem három éve beadtam egy kérelmet, hogy némi dotációt ha szíveskedne. Három éve? Három éve? Majdnem három éve. Aha. Nem egészen. Tetszik látni, hogy még itt az ön érdekeit. Az ön érdekeit szóval. Szegényes a kivitel. Sajnos szegény. Ez a darab is többet érdemelne. Mi hivatalosan is az ön színháza lehetnénk. Az ön színháza lehetne. Ön gyakrabban láthat el bennünket tanácsai? Ön láthatná tanácsokkal. Hogy aztán majd én tartsam a hátamat. Mi? Hogy aztán enyém legyen a felelősség? Nem, nem, ez nem muszáj, ez nem lényeges. Nem, csak a dotáció. Jó. Megadom. 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 Köszönjük, tábornok úr, szívünk minden melegében. Est-ce que vous me ferez l'honneur de passer dans ma loge? Merci de cette faveur. Mindenki a helyére! Rubert! Miért visszajön? Feltekereti a függönyt. A képek! Rendben legyenek hátul! Valami közös ajándék kellene a mesternek! Én ilyen ócska rifacskodást még életemben nem láttam. Semmit nem csinál abból, amit a próbán fecseget semmi. És pont az ellenkezőjét. Én próbálok bele szeretni, de nem lehet. Nincs ember, aki egy ilyenbe bele tudna szeretni. Mégis sikere van. Őszinteség a színpadon, ugyan? Hatásvadász, ócska rifacskodás. Emberi kapcsolatok. Partnerek, magasztos eszmék, aztán az első hívószóra ugrik a gubernátor páholyába, riszálni a seggét. Ne irítkedj már annyira! A nagy varsói vendégművész! Egyetlen dolog hat a közönségre az őszinteség, azt a legbutább, a legműveltebb is, csalhatatlanul megérzi. Na, hiszen! Még te is jobban játszol nála! Még én is? De szóval még én is! Rubel! Rubel, ide figyeljem! Itt van már postakocsi? Már a kezdés előtt megérkezett. Előadás után lekíséri és beülteti. Megvárja, amíg elindul. Előadás után azonnal érti. Nehogy aztán meggondolja magát és itt maradjon a nyakunkon. El is kíséretem a város határa. Igen, ez a... Macsé! Igen? Macsé! Valami szép ajándék kellene. Most? Nem, előadás után, egy kis ünnepség keretében, a gubernátor már úgysem lesz itt. Hát ő mondja, hogy siet, nem? Ugyan, rá lehet beszélni, erre vár.
Ez a legkevesebb, amivel tartozunk neki. Egyetlen fellépésére ekkora összeget még senkinek nem fizettem. Viszont megkaptad a dotációt, az kicsivel több. Hát ezért nem neki tartozom hálával. Dehogy nem. Nem is játszik jól, így mi is tudom. A Macsej. Miért? Szerinted jól játszik? És a próba? A próba minden pénzt megér. Ne tessék nekem azt mondani, hogy őszintén betetszett neki tölni. Én soha nem tanultam ennyit senkitől. Gyanús nekem, hogy a művészet, hogy ilyen bonyolult a művészet. Ugyan, üres hókusz-pókusz. Elég régóta vagyok ezen a pályán. Hála Istennek, hogy még rajta tetszik lenni! Már nem sokáig! Most is alig kapok levegőt. Az én koromban... Most ne tessék! Szédülök én. Rosszul van. Hívjuk orvos! Nem kell! Én eszébe, ne tessék ezt velem csinálni! Ja. Izgalom, én is teljesen be vagyok rekedve. Ja. Mi csináljuk? Húzzuk ki a jelzet. Kérem szépen, ne tessék ezt velem! Menjetek onnan! Ne álljátok körül, nem kap levegő! Le kéne fektetni, hogy a feje legyen alul! Drága művésznő, csak a tapsit, tessék kibírni, jó? Csak a tapsit! Kis Kölni víz a halántékára! De! Hagyjuk ki a jelenetét! Micsoda! Hogy is ne! A legjobb jelenetem vele van, tessék mélyeket lélegezni, tessék! Istenes! Ne lennék ennyire öreg és fáradt, ó Isten! Nem tudom, hogy meddig mehet ez így! Tessék megnyugodni! Minden úgy lesz, megígérem! Egy kis vizet kérek. Na, tessék vigyázni, tessék. Támogassuk az öltözőt. Igen, majd igen. Én. Tetszik tudni járni? Múló rosszul lét volt. Köszönöm, gyerekek. Ruben! Ahogy megbeszéltük... Tá! Sokan vannak a... Úgy gondolom, ma este az ön jelenléte az igazi esemény. Azért a tapsot ön fogja learatni. Én azt szeretném, ha egy két más aratna siker ma este. Bravo! Ön olyan jól forgatja a szót, mintha nem csak a színpadon játszana az álszent Tartuff szerepét. A főszereplő megválasztása Kaczyński direktor urat dicsér. Azt hiszi, hogy ezzel most kisikolt? Tábornok úr, szeretném, ha baj nélkül érne véget a mai előadás. Na. Úgy hallottam, hogy egy színész, Antoni Rybák a neve, Antoni Rybák, egy késsel neki akar esni a gép másnak. Éppen a legnagyszerűbb pillanat. Antoni Rybák az egyenruhája bélésébe rejtette a kést. Ennél is hozzá. Cári fegyen a testtől tisztít. Feltűnés nélkül! Bocsko! Én mindig sejtettem, hogy a művészek ilyenek, hogy a színészek a legnagyobbak ilyenek, és hogy köztük és köztünk van valami mélységes rokonság. Van, tábornok úr, biztosítom. Nos, kedves művész úr, felajzva várom a végkifejletet. Ettől féltünk mi annyira? Ezt kellett lenyomoztatnom? Veszélyes hírben áll. Ez? Tudja mi ez? Ez egy színész. Kezdhetjük, mester? Kezdhetjük. Mester! 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 Ön előadás után azonnal elutazik. Úgyhogy ez az utolsó alkalom, hogy átnyújtsam önnek társulatunk néhány ön szerető tagjának ajándékát. Gombok, mester. A ruháinkról. Úgy véltük, így jövünk ki legolcsóbb. Ez jó, ez nagyon jó, ez óriás.
Tetszik a gyufosok elvonás! Gombok! Nézőtér! Sötét! Hová szaladsz? Nem is tudom. Jaj! Hihetetlen. Én azt tanácsolom, fontoljuk meg mi ketten, hogy mit tegyünk, ha már Ider felett rosszat el lett a hecset. Ez a kazetta, ez még veszélyes lehet. Nekem a legnagyobb gondot most ez okozza. De mi is hát ez a titokzatos kazetta? Ergesz, barátom, ez a kazetta. Szegény. Titokban bízta rám még annak idején, amikor menekült az én kezembe adta. Tudom, iratait rejti ez a kazetta. Ettől függ élete és minden birtoka. Hogyan bízhatod ezt Tartif gondjaira? Lelkiismereti kérdés volt ez valóban. Elmondtam titkomat, megbíztam árulomban, és elhittem neki rávett éveivel, hogy az iratokat jobb, ha ő rejti el. Így, ha nyomozás indul meg a dologban, találok ki utat, tagadhatok nyugodtan. Én befogadtam őt. Koldus volt, nincs telen, de több áhítatos alak nem kell nekem, ha rájuk gondolok, dühömben forra vérem, s már jöhet ezután, ott ütöm, ahol élem! Azért, mert rászedett egy szemtelen gazember, sivár erkölcsel és dagályos érzelemmel. Hirtelen azt hiszed, hogy mindenki ilyen, s hogy igaz áhítat már sehol meg nem terem? Apám! Igaz-e, hogy a gáz megfenyegette, s a mély jót tett vele apám már elfeledte, s többet is mert ez a rongy, felfuvalkodott, s kezébe tört, apám nagy jóság adott. Igen, így van, fiam, s kínom már törhetetlen. Apám, csak bízz rám, a két fülét lemetszem, én elintézem, agyoncsapom, levágom. De kissé fiatalos megoldás ez, barátom! Jobb lesz indulatát lecsillapítani! Korunk a rendkora, és nem jár jól, aki erőszakoskodik, és megsérti a törvényt. Milyen rettenetes titkok ezek? Mi történt? Buzgon! 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 Befogadok egy embert nyomorában. Jobban saját öcsém, az sem élhetne nálam. Jó téteményemet naponta élvezi lányomat s pénzemet. Odaadom neki, ő pedig ez alatt. Sötét terveit szőve, az áruló, a pimasz, szemet mer vetni nőmre, birtokomból elűz, és letaszítana oda, ahonnan én húztam ki valaha. No, szegény! Nem, fiam, én nem hihetem sehogy sem, hogy része volt neki egy rossz cselekedetben. Hogy? Fejámborokat irítség környezi. Tessék, mit mond anyám, hogy kell ezt érteni? Különös életet élnek itt a tiéid, és tudod, hogy őt milyen gyűlölettel kísérik? Nem mondtam már, anyám, láttam saját szememmel. Nem is tudod, milyen gonosz az irigyember? Az a beszéd, anyám, mondhatom esztelen, láttam. És tanul rá a saját két szemem! Látszat, Istenem, gyakran tévútra visz, és hányszor csalódhatik az ember szeme is! Ha már gyötörne így, tudnám, hogy mit beszéljek, de inkább hallgatok. Úgy elöntött a méreg. Csak visszakapta magáért. Ez szabály! Nem akar hinni, s most hitelre nem talál. Hány perc vész kárba, mi haszna semmiségre, s legfőbb ideje már intézkedni végre. A Tartif fenyeget nem kis veszedelem. Lehetséges-e hát, hogy ilyen szemtelen? Nem tudom hinni, hogy ez így mehetne végbe.
túlontúl feltűnő hálátlan cselszövés. Csak ne bízz ebben a módot, hogy meglegyél, hogy a perelmenet sikerüljön neki. Kevesebb okkal is itt már, gonosz hinárba, ártatlanokat a cselszövők intrikája. Hát tudom, hogy ez a fegyver van a kezében. Ilyen a szűrszavar. Nem keltek semmiképp. Ha? Menjen, kérdezze meg! Most aztán szívesen látok vendégeket! Üdvözlöm Önt, uram! Az ég bosszúja érje, ellenségeit Önt meg kegye kísérje. Engedje meg, uram, mert azért zárom csak, hogy egy rendeletet e házon végrehajtsa. Hogy Ön azért? Uram, csak semmi izgalom, egy kis felszólítás. Ez a hivatalom kilakoltatni Önt, övéics, persze minden, bútor csingóságot elszállítatni innen, jogerős rendelet és haladéktalan. Hogy én innen el... Igen, ha úgy tetszik, uram, hiszen most már e ház, ezt tudjuk mind a ketten. A jó tartjuk, úr, én megfellebbezhetetlen. De... Jól tudom, uram, hogy egy millió miatt sem tűrne lázadás vagy billongásokat, mint hű alatt való. Éges ember, elfenvedi, mint a törvény, ha ma rendel. Viszont látásra, a jóságos Isten óvja. Csapjon le mennyköve beléd és megbízódba. Nos, világos-e már tárgyuk sok árulása? Vagyok, mint aki égből potyog a sárba. Bocsánat! Orgon úr! Meg kell zavarnom itt, de a fenyegető veszély rá kényszerít. A gazember, aki sokáig csalta Önt, a fejedelem elé kihallgatásra ment, és előadta, hogy Ön tudva rejtette itt egy felségáruló titkos papírjait. Az ember igazán förtelmes bestia. Most a kis haladék is végzetes hiba. Hintóm a kapuban. Jöjjön! Fő a sietség, és itt a költségekre. Ezen a rossz. Tessék. Letartóztatok, és e percben már bobolj! Áruló, ezzel a fogással búcsúzol! Mondhatom, igazán dicsőségére válik, hogy miért jött, és milyen megbízatással állik. Dicsőség minden megbízat, amelyet az a hatalom áll. Mentől ez is ered. És arra emlékszel-e, te hálátlan gazember, hogy onnan húztalak ki irgalmas kezemmel? Igen, tudom, emlékszem, mennyire segített. De a trón érdeke áll mindenek felett.
ezt kívánja. A szentkötés jogos erőszak, hogy érte minden más hálát magamba folytsak. Jó barátot, szülőt, feleséget, akár magamat is velük áldozom érte fel. Ocska! Ocska! Jézus Mária! Ön az, tábornok úr, ön folyton üldözt engem, ön előtt ismerős, e káros ferde jellem, ismeri vétkeim, ismeri cselszövésem, miket nem ismeri, talán maga az ég sem. Ön mégis utolér. Hát, megadom magam. Bármi a büntetés, nincs ellene szavam, uralkodom kegyét. Terjessze ki e házra. Engem vigyenek el bilincsbe, megalázva. Én megérdemlek minden büntetést. Bármi vár, e házat meg áldja meg maga arcán. Huber! Kürt! Huber! Kürtjön! Huber! Visznek minket Szibériába. Megölöm azt a barba, kitekerem a nyakát. Nem egyszerűen nem jött a jelenetre. A szünetben még itt volt, festőzött ő is. Helyt a magát. Most alszik valahol. Tönkretette a pályámat. Az életemet. A mester is csak áll és vigyorog. Egy gyerekként alasáig áll és vigyorog. Miért nem talál ki valamit? Ki talált? Na. Na hát az volt a legkínosabb, az volt a legszörnyűbb. Megmentette az előadást, nem? Inkább ne tette volna, neked kellett volna, de te csak állsz és bámulsz kintről, mint egy hülye. Miért nem jöttél be libák helyett? Te voltál az egyedüli közülünk odakin. Én a törvényszolga vagyok, nem jöhetek be, mint rendőr. Frubelnak kellett volna bejönnie. Civilbe. Vége! Vége a színháznak! Miért? Mi történt? Szépen lement az előadás. Mibe tudnak belekötni? A mester megmentette. Igen, igen, de hogyan? Hogy uram Isten, én most is eszketek tőle. Én most is remegek tőle. Ilyen botrány. És az a hülye Ruben még a kürtöt is megfújja a vége. Tudjátok, mi lesz? Hogy mi megbeszéltük ribákkal, összeesküvés, az lesz. Direktor úr. Direktor úr. Direktor úr! A mester! Hol van? Biztos elment neki, könnyű, jött, játszott, elmegy. De mi? Miért? Mit tehetnek velünk? Mi rendesen játszott. És a mester megmentette az előadást. Nincs az itt. Na ja, várta a postakocsi. Ribak, ribak! Szerencsétlen fiú, minimum kivégzik. Ja, Jézus Mária! Nincs az épületben, mindent átítottak. A rohadék! Szerintem írásban határoljuk el magunkat. Na, Isten kér, nem jött be.
A mesternek azonnal föltalálta magát, nem? Miért vártam iszonyos hőt, és érzem. Jön lentről fölfelé, árad fölfelé valami néma. Hatalmas öröm. Kár erről beszélni. Magának könnyű, magának nincs sok hátra. Gyereke, ez pokoli siker volt. Hova lett a mester? Felvitte a szép, fényes kabátodat. Legalább marad valami emléke róla. Az a legkevesebb, hogy bezárják a színházat. Ez a legkevesebb. Majd elfogják, hogy Miri akkor együtt. Nem, elfelejtettem. Igen, azért! Ezt nem lehet megbocsátani itt a gubernátor, akkor egyszerűen... Ez súlyosabb, mint hogyha kórusban értettük volna Napóleon. Nem kéne beszélned velük, Libák érdekében. Szegény fiú, véletlenül elfelejtette. Én nem tudok rá más magyarázatot, de szerintem ők sem tudnak. Jön! 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 Brugger! A direktor urat keresünk. Vodkát. Mától a színházban szesztilon van, világos? Aki megszegi repül, rendelet. A dotációt nem vonták vissza. Nem lesz kritika, nincs aki megírja. Mocskót kirúgták. Velem csak azért üvöltöztek, csak azért, mert színpadra állítottam a cár képét, pedig ők utasítottak rá, és hogy soha többé. Mert... És velünk mi lesz? Bezárják a színházat? Játszani fogunk! Mindenki! Rendelet! Brugger kivárogva! Mi? Nem tudom, rendelet! Nem igazán kifizetődő, ha valaki ügyelő. Libák, vele mi lesz? Hol van? Annél tudjam. Művész úr öltözőjében volt a széke. Hol van a mester? Elment a kocsival. Láttam. Láttam. Tömeg nem vette észre pedig. Őt éltették meg a direktor urat. Aztán szétverték őket, és mindenki hazament. Éltettek. Engem. Igen is kérem, mint hazafit kérem. Tőlünk! Reszketett az egész tisztikar! Kár erről annyit beszélni. Minden szépen elrendeződött. Hol van Libak? Nem tudom. Leitta magát. Hogyhogy? Nem tudom. Ők mondták, ez a hivatalos. Ezért van mostantól szesztillom. És ők honnan tudják? Ők? Mindent tudnak. Áldani! Mester! Maga, ki van rúgva? Tudom, már mondták. Hol van a mester? Elment. Ott kérlek, ha meg nem sértelek! Hol voltál te az utolsó felvonás alatt? Jöttek és elvittek. Kicsoda? Hát ők! Egy csomó katona meg civilek. Én ültem az öltözőbe, berontottak, nekem estek, széttépték a kabátomat, hogy hol a kés, hova dugtam. Milyen kés? Ezt kérdeztem én is. Na, ekkor kaptam az első pofont. Micsoda szerencse. Micsoda véletlen, hogy éppen akkor vittek el. Szerencse! Így nem kellett bejönnem. Most nem kell szembeköpnem magam.
Én magamtól nem mertem volna, mert gyáva voltam. Igen, gyáva. Úristen, milyen ostoba. Biztos, hogy elment a mester? Én szeretném megcsókolni a kezét. Elment. Kész. Szóval... téged lefogta? Az agyutás, aki hallatni kezdett, az le van fokozva. Éppen fofozott, amikor berontott egy ezredes. Ordított, letépte a rangjelzését, engem valakba rúgott, aztán kiengedte. Ki vagyok tiltva Vilnából. Harmadosztályú hivatalnok lettem. Írnok leszek Grodnóban. Reggel kell indulnom. De miért pont Grodnóban? Na, milyen volt? Tapsoltak? Fantasztikus volt. Jaj, mondjátok már! Most mindenki menjen haza. Én beteg vagyok. Engem ez nagyon megvisel. Tessék hazamon. Álltunk és vártunk. Vártuk, hogy bejössz. És csend volt. Mester nevetett. Vigyorgott. Hát, gonoszul? Győztesen? Hogy? Csend volt? A víz kiordított a páholyból. Hátul befordultak a képek. Na, muszáj volt, itt se volt rá a végszó. Hát persze, a végszó az az enyém. A gubernátor felugrott. Borzasztó sokáig tartott, szinte órák. Csend volt, és úgy örültek oda, hogy örültek. A mester térdre vetette magát. A gubernátor páholjával. Rögtözött egy szép monológot a darab verselésében, hogy ő bevallja a bűneit, mert a gubernátor mindent tud róla, a bűneit. Fantasztikus. Mindenki nevetett, a gubernátor az nem. Nem, az kirohan. Rubel megfújta a kürtöt. Pontosan így képzeltem. Pontosan így. Amikor papoztak, elképzeltem, hogy most jön be a mester. Most mondja. Most fordul hátra. De én nem vagyok sehol. És aztán csönd. Halálos csönd. Igen. Hát ő ezt előre tudta. Semmit sem tudhatunk biztosan, gyerekek. De igen. És a mester számított ránk, hogy mi segíteni fogjuk. És mi segítettünk. Mert álltunk, és hallgattunk, és akkor elmondhatta a rögtönzést, amitől még inkább. Na, én végig éreztem valamit, ösztönösen. Igen, igen. Mi nagyon jó partnerei voltunk a mesternek. Vannak barátaim Grodnóban. Majd megadom a címüket. Köszönöm. És basz, most tetszeg egy közönséges postakocsi. Édesdeden szúnyókán. Neki ez semmi, egy vendégjáték. Még keresett is rajta. Meglátogatlak Grodnóban. Elmegyek veled. Ki csak maradj itt! Örülj, hogy színházban élhetsz. Örüljetek! Gyertek hozzám vacsorázni. Antoni, ha összepakoltál, gyere te is. Utolsó vacsora. Köszönöm. Na, pakoljunk! Figyelj el, Ribaku! Én megmondom magának, hogy ezt az egészet ki csinálta. Ezt az egészet a mester csinálta magát is. Ő vitettél egy kis időre. Tudja miért? Mert neki a kis ujjában van minden. Mert neki a cáriak között a
tisztek között is vannak emberei, még a szár környezetében is. Figyel nekem, én ezt tudom. Ez az egész ribakúr, ez meg volt beszélve. Már úgy jött ide, hogy ez... Kolszlávszki mindig így csinálja. Megjelenik valahol, csodát tesz és eltűnik. Ez a módszere. Mert neki mindenütt megvannak az emberei, akire számíthat. Hát itt is rögtön-tökön tudta kire, hanyadánál. Így jó, ha? Mert ha én például nem fordítom be a sas, ugye? Ő tudta, hogy én be fogom fordítani. Tudja, hogy ki az ő embere. Na. Isten áldja, Ribakú! Isten áldja magukat is. Mondja meg a mesternek, ha látja. Ember Grodnóba? Ott is sokfelé jár, mindenütt előfordul legalább egyszer. Mondja meg neki, hogy mi tudjuk. Ennyi. Slussz. Jó, megmondom. Na. Isten áldja! Isten áldja magukat is. Milyen rég volt az, amikor még színész voltam. Amikor még itt játszott Boguslavski. A mester. Na. Itt is voltunk egyszer.